Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Fejlesztése Grábócon 50 millió forint értékben adtak át beruházásokat. Lemezhallítógép kapta be a kezét, ittasan vette fel a műszakot a munkás, a rendőrség nyomoz az ügyben. 20 millió forintos beruházás Pakson, két óvoda kerítése újult meg. Az Én Pannónián verseny, prózával és verssel mérték össze tudásukat a diákok. $50 millió értékben adtak át beruházásokat Grábócon. Ezekre a Magyar Falu programban nyert el pályázati forrást a település. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy közel 4 milliárd forint támogatás érkezett a körzetébe a programnak köszönhetően. Összesen 4 a Magyar Falu programban megvalósult beruházást adtak át Grábócon az elmúlt napokban. Többek között a nemrégiben forgalomba helyezett falubusznak készült egy mobil garázs, továbbá a közösség szervezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése történt, valamint a Rákóczi és a Zrínyi utcát korszerűsítették, illetve megújult az önkormányzat épülete, mondja a polgármester. Itt egy energetikai korszerűsítés, akkor egy külső homlokzat felújítás, akkor az egész folyosó újra lett, az egész tornác minden csinálva, akkor lett oszlopokat cseréltünk, tetőt, akkor kollektorokat raktunk föl. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet szentel a vidéki települések fejlesztésére, a közösségek megerősítésére. Összesen 50 millió forintot nyert el erre a 4 projektre a kis település. Grábóc a körzetemnek az egyik legkisebb, de talán az egyik legszebb települése is. Úgyhogy örülünk annak, hogy az elmúlt években ilyen szépen lehetett fejleszteni a térséget, a választókerületemet és Grábócot is. Potápi Árpád János hozzátette, hogy közel 4 milliárd forint támogatás érkezett a körzetébe a Magyar Falu programnak köszönhetően. Április 3-án országgyűlési választásra és népszavazásra kerül sor Magyarországon, melyre a tolnai polgármesteri hivatal is megkezdte a felkészülést. Huberio jelző azt mondta, a városban nincs változás a szavazókörök tekintetében az elmúlt évekhez képest, mindenkinek a már bejáratott intézményekben kell urnába dobni a voksát. Továbbá a jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazók ellenőrizzék az okmányaikat, mert csak érvényes okiratokkal lehet részt venni a voksoláson. A képviselőtestület megválasztotta a szavazatszámlálásban résztvevőket. Felkészítésük a hivatalban folyamatosan zajlik. Szavazatszámláló bizottságokat felkészítsük a választásnapi teendőkre, illetve a jegyzőkönyvvezetőket is felkészítsük majd a választás lebonyolításában a bizottság segítésében, illetve majd a jegyzőkönyv kitöltésében a választás eredmények a megállapítása után. Lemezhajlítógép kapta be egy férfi kezét Bonyhádon. A munkás ittas volt, úgy vette fel a műszakot, és csak a szerencsének köszönheti, hogy komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet. Az ügyben viszont így is rendőrségi nyomozás indult. Ha bebizonyosodik, hogy rajta kívül más is hibázott, a vétkes akár 1 év börtönt is kaphat. Az egyik dolgozó hüvelykujját szorította be a hatalmas erővel dolgozó eszköz. A szerencséje az volt, hogy a kollégája pillanatok alatt észlelte a bajt és rácsapott a leállító gombra. A rendőrséget a sérült férfit ellátó mentősök értesítették. A férfit az előírásoknak megfelelően megszondáztatták, valamint a munkatársát is, és annak során derült ki, hogy sajnos mind a kettő férfi alkoholos befolyásoltság alatt, tehát ittas állapotban végezte a munkáját. Ezért volt szükség rendőri intézkedésre, ezzel ugyanis súlyosan megsértették a dolgozók a munkavédelmi szabályokat. Egyiküknek azonnal felmondtak, a nyomozó hatóság pedig eljárást kezdeményezett. Az ügyben a Bonyhádi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt eljárást indított. Mivel veszélyes üzemről van szó, a rendőrség most vizsgálja, miként dolgozhatott ittasan a sérült férfi. Ha bebizonyosodik, hogy rajta kívül a műszakvezető vagy a munkáltatója is hibázott, a felelős akár 1 év börtönbüntetést is kaphat.
4902 új koronavírus megbetegedést igazoltak a hosszú hétvége alatt idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.819.264 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 178, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.831-re emelkedett. 2.259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 101-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltottak száma is folyamatosan emelkedik. Tolna megyében 60 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 5 napban. Ezzel a járvány kezdete óta 38.630-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében márciusban is minden csütörtök és péntek délután és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni a vakcinát. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg az előző oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani. Az akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják. Az 5-11 éves gyerekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. Megújult Pakson a Benedek-Elek óvoda ifjúságúti és a Kishegyi úti tagóvodájának a kerítése. A régi drótfonatos utcafronti kerítés átépítése valósult meg mindkét gyermekintézményben önkormányzati forrásból. A beruházások összértéke meghaladja 20 millió forintot. A kamera láttán sikongatva boldogan futnak a gyerekek a kerítéshez, mely megújult. A tél folyamán először a Paksi Benedek Elek óvoda ifjúságúti tagóvodájának, majd a Kishegyi úti tagóvodának az utcafronti kerítése kapott új köntöst. Régi kerítések, ha még valaki emlékszik rá, hát már nagyon-nagyon rossz állapotban voltak. Minden köszönet egyébként az óvodapedagógusoknak azért, hogy azt a ronda kerítést is, meg a nagyon rossz állapotban lévő kerítést is különféle installációkkal, amit a gyerekekkel készítettek, azzal próbálták egy kicsit szebbé tenni. A régi drótkerítés és beton oszlopok elbontásra kerültek, helyére új 3D táblás kerítés került kiépítésre 30 cm magas beton lábazattal. A tereprendezés után tavasszal a füvesítés is megtörténik majd, az új kerítés mindkét oldalán 1-1 méter szélességben. A két óvoda kerítése több mint 20 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Korábban a bejárati kaput is szebbé varázsolták a Kishegyi úti óvodában. A kerítésépítés szinte 2 hónap sort sem vett igénybe, és már is itt van és szépül. És nagyon örülök, hogy fejlesztési tervek még a közeljövőbe, vagy a belátható közeljövőbe is lesznek az óvodánknak. Pakson az intézmények fejlesztési programja ebben a két óvodában az udvarok megújulásával folytatódik. Az ifjúságúti óvoda funkciója azonban változni fog a jövőben. Itt bölcsödét alakítanak ki, míg a régi lakótelepi bölcsöde épületéből óvodát hoznak létre, ide költözik át az ifjúságútról az óvoda. Szuperbruttó, ingatlanadó, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítási járulékok növelése, áfaemelés. Csak néhány példa a baloldali kormány több mint 40 adóemelése közül, írta a szerdai Facebook bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter. Ezzel szemben 2010 óta Európa egyik legnagyobb adócsökkentését hajtotta végre Magyarország. A személy jövedelemadó kulcsa 36-ról 15%-ra, a 25 év alattiak eszi a kulcsa 36%-ról 0%-ra, a 4 vagy több gyermekes anyák eszi a kulcsa 36%-ról 0%-ra csökkent. A családi adókedvezmény éves összege 12 milliárd forintról 980 milliárd forintra nőtt. A nyugdíjas munkavállalók béréből levont közteher 49,5%-ról 15%-ra mérséklődött, sorolta a példákat a miniszter. A társasági adó 20%-ról 9%-ra, a munkáltatói adó 33,5%-ról 13%-ra csökkent, az öröklési illeték 15-21% helyett 0% lett, tette hozzá Varga Mihály. Lezárult az Én Pannóniám Kárpát-medencei vers és prózamondó verseny, amit a szekszárdi Garay János gimnázium szervezett már 14. alkalommal.
A háromfordulós döntőben 26 középiskolás diák vett részt, ebből 4-en Szekszárdról, a többiek pedig az ország számos pontjáról érkeztek. A versenyzőknek Tolna megyei kötődésű írók és költők műveiből kellett választani, így a tanulók többek között Baka István, Pilinszky János vagy Babits Mihály alkotásait is előadták a zsűrinek. Adjátok vissza a helyet! Nem adjátok, hogy keressek magamnak máshol. Az ország számos pontjáról érkeztek diákok a 14. alkalommal megrendezett az Én Pannonián vers és próza mondó versenyre a Szekszárdi Művészetek Házába. A programot 2008-ban rendezték meg először azzal a céllal, hogy a középiskolások megmutathassák szavaló képességüket. Jócsák Gréta, debreceni Betlen Gábor közgazdasági technikumból érkezett, és Vas Albert Adjátok vissza a hegyeimet című művéből adott elő egy részletet a verseny első fordulójában. Azt mondja, közel áll hozzá érzelmileg a mű. Nagyon megvisel az, hogy a határon túli magyarok most más országhoz tartoznak is, nem hozzánk, és ezért is mondtam ezt. A háromfordulós megmérettetés döntőjében a diákok mások mellett Babits Mihály, Pilinszky János és Baka István műveit tolmácsolták az egybegyűlteknek és a zsűrinek. Most már ez hagyomány, hogy az egyik választott szövegnek Tolna megyei kötődésűnek kell lenni, tehát itt született, vagy itt alkotó költőíró verse vagy prózája legyen. A másik az általában évfordulóhoz szokott kötődni. Most mi egy kicsit kibővítettük, mert hogy 21-ben nem volt, ezért a 21-22-es évfordulókat így egyberaktuk, tehát hogy lehetett választani a tavalyiakból is. Összesen 47 diák nevezett a versenyre, ebből egy előzetes zsűrizés után 26-an vehettek részt a Művészetek Házában tartott megmérettetésen. Szekszárdról 4 diák képviseltette magát, de jöttek verset mondani Debrecenből, Nyíregyházáról, Miskolcról, Moson-Magyaróváról, Esztergomból és Budapestről is. Regionális híreink következnek. A 48-as hősök eszméi példája ma is különösen aktuális, megemlékezés a Siklósi várban. Megteltek a balatoni szállodák, sokan töltötték pihenéssel a hosszú hétvégét. Lángra kaptak a családi házak, több ingatlan is kiégett Somban. Példaként szerepelnek a 48-as eszmék az akkori hősök cselekedetei a mai magyarok előtt, különösen ebben a nehéz helyzetben, amit 2022 tavasza hozott. Erről beszéltek a szónokok a Siklósi vár udvarán. Itt tartotta az önkormányzat az ünnepi megemlékezést hétfőn. Zárásként a résztvevők megkoszorúzták Batthyány Kázmér emléktábláját a vár kápolnájában. Érkeznek a huszárok a Siklósi vár udvarára. Itt tartották a március 15-i megemlékezést az önkormányzat szervezésében. A forradalmi eszmék szerzői talán mindennél jobban hittek abban, hogy a magyar nemzetnek joga van a szabadsághoz, joga van a függetlenséghez, joga van az önállósághoz és joga van a szuverenitáshoz. Talán nem túlzás azt állítanom 2022-ben ma önök előtt itt állva, hogy ezek az elvárások, ezek az irányok, ezek az alapvetések ma mindennél aktuálisabbak. A siklósi megemlékezésen beszédet mondott a terület országgyűlési képviselője. Nagy Csaba kiemelte, hogy idén nem ünnepelhetünk úgy, mint korábban, hiszen a szomszédos Ukrajnában háború folyik, de ebben a nehéz helyzetben is példát mutathatnak a 48-as hősök. Napjainkban a világunk ismét bizonytalanná vált. Világjárvány, gazdasági válság, háború. Landeler és Hekenász nyomdában március 15-én kiadott 12 pont gondolatai irányadóak, a 21. században is. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Idegen hatalmak hazánkat ne sodorják idegen háborúba, magyar katonákat ne vigyék külföldre. Vegyünk példát elődeinkről. Az ünnepi műsort a Kanizsai Dorottya általános iskola diákjai adták, majd a megemlékezés végén megkoszorúzták a résztvevők a vár kápolnájában Batthyány Kázmér emléktábláját. Ő volt Baranya megye főispánja, majd kormánybiztosa a szabadságharc alatt, később külügyminiszter. Földi maradványait itt helyezték el a családi kriptában. Számos szálloda megtelt az ünnepi hosszú hétvégén a Balatonnál, Siófokon már hetekkel ezelőtt elfogytak a szabad szobák.
A hotelekben főként magyar családok átlagosan 2-3 éjszakára érkeztek pihenni a tóhoz. Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, viszont a hétvégére már nem rendelkezünk szabad szobával, tehát házas a szállodánk. Volt, aki még az utolsó pillanatban is próbált szabad szobát találni, kevés eséllyel. Teljesen megtelt a ház, ugye itt most 4 éjszaka hosszúságú lesz a hétvége. Tegnap olyan 2/3 házunk volt, és mától egészen keddig telt házunk van. Volt olyan vendég, aki már az őszi szünetben lefoglalta az idei első hosszú hétvégét ebben a siófoki szállodában, de a legtöbb foglalás az elmúlt 3-4 hétben érkezett. Pihenünk, sétálunk itt a Balatonparton, igazán wellnessezünk, eszünk-iszunk, úgyhogy tényleg a pihenés volt a cél. Pihenéssel töltötték a hosszú hétvége első napját a vendégek ebben a másik siófoki szállodában is. Ide is főként belföldi turisták érkeztek. Évek óta trend, hogy a kiemelt hétvégéken, ünnepi időszakokban megtelik a szálloda. Mi már automatikusan úgy készülünk, hogy ezekben az időszakokban kiemelt programokat szervezzünk, annak biztos tudatában, hogy a nagy érdeklődéssel tartanak számot ezek az időszakok. A szektorban dolgozók bizakodóan tekintenek a folytatásra, így a nyári időszakra, hiszen a foglaltságok tekintetében jól indult ez az év a Balatonnál, és már fogynak a helyek a húsvéti ünnep idejére is. Több ház is égett néhány napja Somban, egy melléképület kapott lángra, a tűz pedig hamar tovább terjedt. Egy lakóház és a hozzátartozó melléképület teljesen leégett, a másik ingatlannak a tetőszerkezete károsodott. Itt a konyha, ott az a boltív konyha, ez egy előtér, ott meg a fürdőszoba. Leégett a tető, és még a radiátorok is megolvadtak, miután lángra kapott a Somi családi ház. Fel sem lehet ismerni Németh Lajos otthonát. A 120 négyzetméteres épületből szinte semmi nem maradt. Amikor már ugye kijöttem, akkor már lángolt az egész, és a borítása, ez a műanyag faroslemezés, vagy OSB lap és műanyag borítás volt, ami egyértelmű, hogy ugye vitte a lángot, és pillanatok alatt az egész ház lángba borult. Annyi idő volt, hogy a kocsit kivigyük, 2 autó állt itt, és azt kivittük az utcára. De ma utána visszajönni nem tudtunk. A somi férfi kimenekült a házból, de a tűz gyorsan terjedt, az udvarban lévő melléképület is égett, és a szomszédos 270 négyzetméteres családi ház is lángra kapott. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az oltás idejére a 65-ös főutat is le kellett zárni. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az egyik épületből, ami akár fel is robbanhatott volna, vagyis csak a szerencsének köszönhető, hogy az eset nem végződött tragédiával. Egy darab propánbután gázpalackot ki kellett hozni az égő épületből, amelyet lánghatásért a kollégák visszahűtötték, valamint biztonságos helyre helyezték a gázpalackot. Vasárnap délutánra sikerült megfékezni a lángokat, mivel az épületek lakhatatlanok, összesen 6 embernek kellett elhagyni az otthonát. Ők rokonoknál, ismerősöknél kerestek menedéket. Egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A tűzokát még vizsgálják. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Fejlesztése Grábócon 50 millió forint értékben adtak át beruházásokat. Lemezhajlítógép kapta be a kezét, ittasan vette fel a műszakot a munkás, a rendőrség nyomoz az ügyben. 20 millió forintos beruházás Pakson, 2 óvoda kerítése újult meg. Az Én Pannónián verseny, prózával és verssel mérték összetudásukat a diákok. Csütörtökön napos időre számíthatnak, számottevő csapadék nem várható, hajnalra a foltokban párak köt képződhet, helyenként élénk lehet a keleti szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!